növényvédelemmel, ezen belül pedig a természetnövények kártevőivel foglalkozom. Hogy aztán a természetnövények kártevői közül melyekkel? Hát az bizony attól függött, hogy mikor merre sodort a sors. Mindig is a tripszekkel foglalkoztam legszívesebben. Ezekkel aztán kimerítően. Itt rendszertanilag, kártevőkkel, életmódjukkal, amihez csak hozzáférhettem. Szóval amikor kiderült, hogy egész Európában alig néhány ember foglalkozik vele, akkor még jobban megtetszett a dolog, és azóta is kitartottam mellettük. Ezek a tripszek maximum 3-4 mm nagyságúak, de zömében 1-1,5 mm nagyságú rovarok. Ezeket úgy Isten igazából megnézi, csak mikroszkópi preparátumban lehet. Ezeknek az egyik jellegzetességük az, hogy úgynevezett rojtos szárnyuk van. Nagyon vékony a szárnyuk, és ezek hosszú pillák vannak a szárnyuk szélén. Ezeket úgy kiterjeszték repülés közben, és így sikerül nagyon nagy utakat megtenni. Hát van, amikor több száz méter magasba sikerül ezeket elfogni. Most éppen olyasmikkel foglalkozunk, amelyek egy 12 méteres magasságban tömegesen repülnek. Régen tudjuk már, hogy ezek a különböző színek a különböző rovarokat vonzzák. Ezt kihasználva készítették el ezeket a ragacsos felületi úgynevezett színcsapdákat. Az odamonzott rovar megtapad, megragad ezen a felületen. Később egy hét múlva leveszük ezeket a lapokat, pontosan meg tudjuk mondani, hogy milyen kártevő tanyázik most abban az üvegházban, melyiknek a kártételét várhatjuk. A nagyvilágban van egy 5-6 ezer faj, Magyarországon egy olyan 230 faj. És van köztük olyan érdekes faj is, amelyek növényi vírusokat terjeszt. Na ezekkel én különösen szívesen foglalkozok. Sikerült megfigyelni, hogy mikor fertőznek ezek, mikor viszik át a vírust, mikor érdemes velük foglalkozni, és a biológiai megfigyelések mellett ilyen termesztés technikai fejlesztéseket is végeztünk, és így lett kerek ez a munka, így sikerült tényleg egy 80%-os kártértet 3-4%-ra leszorítani. Egy új fajt felfedezni, tulajdonképpen egy nagyon-nagyon jó érzés. Tudom, hogy én vagyok az első, aki a Földön ezt a fajt, mint új fajt, mint tripszfajt látja, tudja, leírja és közreadja. A kitüntetéseimnek is igazán tudtam örülni, de amikor azt mondta egy hallgató előadás előtt, hogy odafigyeljetek, 20 évvel ezelőtt is tulajdonképpen ezt mondta, és erre figyelmeztetett minket, erre hívta fel a figyelmünket, és most is igaza van, erre figyeljetek oda.